Palics számos rendezvénynek adott otthont az elmúlt évtizedek alatt. Idén további 20 rendezvény várja a turistákat és a környékbeli lakosokat. Két jubileumot is ünnepelnek a településen. Palicsot ugyanis 550 évvel ezelőtt először említették meg írásos dokumentumban. Emellett több szecessziós építmény idén 100 éves. Ezekről az évfordulókról július 27-én emlékeznek meg. Augusztus folyamán megrendezik a Szent István napi ünnepséget is. Szeptemberben pedig a bornapok veszi majd kezdetét. Nastavljamo sa danima mladog vina. Prošle godine smo imali prvi put tu manifestaciju, ove godine ćemo se, nadam se, u saradnji sa Elit Palićem opet staviti naglasak na jednu takvu manifestaciju i trka Deda Mrazova koja je predviđena za decembar. Palić nem csak szórakoztató programokkal várja vendégeit. Sporteseményekre is ellátogathatnak a turisták, de rekreációs tevékenységek között is válogathatnak. Palics még az idén strandröplabdapályával és kosárlabdapályával is bővül, emellett vendéglők és szálláshelyek között is válogathatnak az odalátogatók.